Now turn up. Azért mondom, Bobdent, ha úgy van, ki lehet cserélni utólag, az nem probléma. Az a legkevesebb. Ha ott lesz, ott probléma aglódik majd esetlegesen, de ne ajdódjon, jó? Na, ott átmegy, oké. És akkor ismét megpróbáljuk ezt a hátsó részt földobni. A berántó részt. Ugye, csodával együtt, ha lehet. Ugye először föl kéne raknom a... Még egyszerre kell, azt hiszem, mert valahogy úgy csináltam ezelőtt is, hogy külön nem lehet fölrakni, valahogy egyszer, igen, hülyén van, látjátok, ilyen hülyén van megoldva az egész, hogy valahogy úgy kell fölrakni, hogy együtt a kettőt, ami nem olyan egyszerű ám azért, mindent egyszerre fogdosni, hogy minden beugorjon a helyére, azt hiszem, hogy majdnem jó, de mégsem, mert ugye ezek a csövecskék, ugye ezek sajnos nem ugrottak a helyükre, de talán. Úgy, most talán jó helyen van, nem? Hát remélem. Egy csavart bele kéne kapatnom, ha az bemegy, akkor már jó helyen van. Talán minden a helyszínen van. Vegy, akkor talán jó lesz. Tehát akkor ott karburátor alá betettem a tömítést. Azt hiszem. Ugyané. Na, egy csavarom megfogja, akkor már nem esik le annyiból, már annyi előnyöm már van. Azt mondja, hogy ez fölmegy, az meg majd ide alulra megy, jó. Ugye ezzel nem vaszakolok, hanem a csavarokat kéne beleraknom. Ja, fölfogja már végre egy kicsikét ezt a berántó részt. Remélem, hogy csoda nem akad el. Nehezen megy vissza. Hát igen, sajnos. Ja. Valahol megtölthet a Wolfden. Pedig elvileg szerintem annak ott kell bemennie. Ott föl is megy, jó. Oké. Ott be kell járódni, mert ugye tényleg át lett mosva minden rajta, úgyhogy tiszta, száraz, mes minden, ugye eddig be volt azért olajozva, zsírozva. Meg lehet, hogy azért Bovdent majd lehet, hogy kell cserélni. Ja. Az a tuti. Ha ki van cserélve, mert azért jó. Ez már elég jó szálkásodik, sajnos. Nem láttam, hogy annyira. Azt hiszem, csak az egy szálka van, de nem sajnos. Sajnos több is. Sajnos több szálka is már megszakadt. Hát, idővasfoga. Úgy. No, kérem. Jezőt se úsztam ezeket meg nagyon. Hát most meghúzom, nem tudom, hogy szét kell eszednem, vagy nem valamikor még. Meglátjuk. De most minden esetre azért meghúzom a csavart. Egy kicsit fixebbre, úgymond. Jobban. Nem is néztem. Oké. Mocorok. Akkor ez a hülye szél. Komolyan mondom. Ez már minden hétvégére talál. Jó. Nos. Akkor fölrakom a ugye ezt a kis kütyüt. Amely alá vágtam én egy tömítést, hát gyárit már nem teszik vissza, mert hát ugye... Na, várjátok, visszateszem a csöveket, jó? Elvileg. Ennek ide kell menni, ugye adja magát hivatalosan. Úgy. A felső meg ide megy. És a hosszabbik meg fölülre megy. Jó. Oké. Jó. Földobom a tömítést. Hogy ezt nem értem, hogy ez igen hülyén van megoldva, látjátok, nem, nehéz oda bejátszani a micsodát. Kicsit meg kell húzni, vagy valamerre ezt a kart, hogy beálljon a szivató, mert nem megy bele, elakad itt a sarkába, vagy itt a állandóan neki megy annak a hülyeség. Lehet, hogy meg van tekeredve egy kicsit a műanyag, aztán azért nem tudom, de valami... Hé, állj meg!
Vándor, le ne essél nekem most itt ma. Épp azért az nagyon gáz úgy, szerintem legalábbis. Hát azt a persze kinek hogy, de... Na, hol a francba vannak a dolgok. Így. De ez az, ami... ez az, ami nem esik ki belőle csavar, ugye? Várjátok, van itt egy ilyen hányas kulcs lehet. Megfogja ez? Hát... Ugye jó lenne bele rákapatnom így, aztán úgy rátekerni, de úgy meg nehéz. Mert olyan pici a hely, hál' Istennek, hogy nem lehet hozzáférni. Csak lefordul róla. Ja, a tömítést alá tettem, ugye? Akkor jó. Mindkét tömítést akarom mondani, alá tettem. Na, te rá is kapta. Jó, frankó. Na, hol a másik anya? Hol van? Így van. Oké. Okay. Megpróbálom csak így az elejére beleteszem, akkor talán jobban bele, rá tudom kapatni. Talán nem esik bele. Hát ez nem lesz jó szerintem, mert igen, billeg össze-vissza ez a kulcs rajta. Nem jó. Jól Istennek. Hát igen, ez igen hülye egy... Nagyon mélyen vannak azok a csavarok bent. Persze normális kulcsokkal meg lehetne ezt csinálni, csak nem olyan, mint én. Bakker, elég jó merül az aksim a fenébe. Hogy már? Na mindegy, figyeljetek, azt csinálom, a szárat azt szét kell szednem sajnos. Mindenképpen szét kell szednem a szárát. Mert lecsúszott a kuplungom. Vagy a kuplungom, bof, de hál' Isten kiugrott megint. Onnét alulról még mondtam is, mikor szétszedtem, úgyhogy azt szét kell burítanom, úgyhogy az már nem lesz levideózva, szerintem tiszta fölösleges. Szerintem nem akarok titeket azzal már untatni. Azt mindenki tudja ugye, hogy kell, hogyan sem. Egyre csak ezt akarom összerakni, úgyhogy egybe legyen már a gépezet, ha sikerül. Hát a rittig nem kapám rá ez a hülye csavar. És akkor az ember már ne legyen vallásos, ugye? Legyen az ember vallásos, persze. Nem is azt mondom, hogy ne, de ilyen esetekben már komolyan mondom. Nem, azért mondom, nem vagyok ideges típus, de... Ki kéne tömnöm valami hülyeséggel a kulcsnak a belsejét, hogy ne essen be az anya. Mert hiába akarom rákapatni, nem kap rá, mert csak beesik a kulcsba, hál' Isten. Oda nézzetek, állandóan bent van. Így meg nem tudom rátenni, mert olyan pici a hely, hogy a kétszer, emeletet tudnak rákapni, na talán, na várjatok. Talán jó lesz szép óvatos rájátszó, ó. Persze. Mert azt hitte az Attila. Azt hitte, hogy sikerül neki. De mégse. Talán most. Na! Oké, és oké, rajta van, jó van, hál' Isten! El se hiszem, sikerült rátennem. Meghúzzuk, a tömítések alatt a gyári tömítés van alul, itt a végszűrő ház alatt meg egy házgyári, úgymond. Az új Bovden, de hát most ez van, lehet, hogy a szálkát szálkázás véget is ugye elég gáz. Nem jövök ki, mert az ajtót már csapkodja ez a bolond szél. Kitámasztom. Úgy. No kérem, akkor egybe a... Bakker. Na jó. Oké, okay. Egybe van a gépezet. A legőszörűt megfújatom. Jó. Így. Rápattintjuk ezt is. Ha sikerül. Úgy. Oké, okay, és oké. Okay. De várjátok, még a tetejét rá kéne tennem. Hát atomkúl. Azt még azért nem ártana a videó alatt rátenni, nem? Ha egy mód van rá. Ha egy mód van rá, hogy sikerül-e vagy nem. Össze is elrendezem itt a kábeleket, mert hál' Isten ugye persze, hogy kiakadtak mindegyik. Össze-vissza megy mindegyik. Vagy pedig, először meg kell néznem szerintem a micsodát is úgy rátenni. Ja, akkor majd jövök, jó? Ez az a lényeg, hogy látjátok. Maradt ennyi csavarom.
Ennyi csavarom megmaradt itt az asztal, más nincs, tömítéseket kicseréltem, ugye, más nincs itt. Na, tehát ezek meg kellenek majd a burkolathoz, plusz a szárhoz. Na, én szétszerem a szárát, és azt megpróbálom összerakni, de azt már nem videózom le, mert elég jó, mert az aksi jó. Azt majd jövök. Nagyon szépen akkor itt is van a gépezet. Immáron. Na jó, hol pakoljak ide félre, mindegy. Összeraktam. Igen, átzsíroztam a Damilt is. Bármest a Bovdent, ami benn van, így most legalábbis nem csúszott ki belőle, mert azt szétszedtem, hál' Isten, kisütött bele a francba. Úgyhogy így most nem csúszkál annyira. Hát, benzin, még alán semmi nincs benne, láthatjátok. Úgyhogy öntünk bele benzint, aztán hát megpróbáljuk, figyeljetek most. Megpróbáljuk, jó? Tehát nézzétek, föl is fordítom, csak azért, hogy lássátok, hogy kupak le van véve, és szikra benzin sincs benne, tehát nehogy azt higgyétek, hogy csalok. Tehát mint több helyen azt látom, hogy vagy hát sok helyen úgy mutatják be a frissen összeragott gépeket, hogy már működik egyszerre. Tehát én most azért szoktam általában nektek mindig bemutatni, hogy hát figyelj, kudarc az kudarc. Az is valami, nem? Ha nem jön össze, nem jön össze, akkor valamit tévedtünk, valahogy hibáztunk. Na most már szerintem az a paszta megkötött annyira, hogy szerintem az már jó lesz. Na jó, van egy annyi benzin, töltök bele egy jó. Épp hogy a csőrikébe föl nem jön a benzin. Aztán meglátjuk. Meglátjuk egyáltalán a kicsoda fölszippantja-e. Hát. Na. Megvan a benzin. Oké, megvan a benzin, emberek. Jó. Szivató. Na most a szivató, hát az egy nagyon hülye egy megoldás, mint mutattam. Na most eltaláltam, most fönnakadt. Tehát nagyon nehéz fölnyomatni, hogy jó, ott megmaradjon, vagy hogy beakadjon, mert valamiért megvan szerintem már nyegdülve ez a levegőszűrőnek a háza. Gyújtás, adok rá. Hát figyelj, más nem adok rá. Tehát a karburátor nem bántottuk. Hoppácska. Ez volt a szivató, ugye? Na várjátok, leveszem a szivatót. Aha. Ja, még adok neki szivatót. Hát ez érdekes volt, hogy első egy látással megindult, ez furcsa nekem. Na, még egy szivatós. Úgy, szivatót le. Hát, ja. Valamiért, hát lehet, hogy az, nem tudom, karburátorom, hogy a francba lehet állítani, vagy hogyan se, én azt nem tudom. Fogalmam nincs. Azon egy csavaron össz-vissza, ami állítási lehetőség van, semmi több. De ki kéne menni aztán kint kipróbálni, jó? De elindult, láttátok, csak hát valami nem tetszik neki. Hát remélem, a tömítések jók, szimmeringek jók. Na mindegy, figyeljetek. Akkor próbáljunk megint egy szivatóst. Hát a baj, olyan tényleg, na oké, beakadt. Lehet, hogy itt a, ja persze, lehet, hogy a gázkart nyomom le, aha, lehet, hogy ez így nem jó. Na itt talán jó, mert nem ér le a gázkar a mi a fenére, az asztalra. Oké, ami most itt csak leesett, hál' Istennek. Á, így nem jó, ez kint kéne valahogyan, emberek, mert így nem jó. Nyögvenyelő sem megy. Valami nem. Nem gyere be. Nem tetszik neki, hogy dolgozni kéne neki, ugye. Na, kimegyünk aztán, valamit csinálunk vele kint, már itt csak meg fog fulladni, szerintem. Ki, mert akkora szél van, mint az állat. Na, kiviszem a gépet, aztán hajrá. Emberek, így megy, ahogy megy, halljátok? De nem oknék, hogy ott a fékítító.
Nos, látjátok? Szerintem elképzelhető karburátornak a pillangó szelep tengelye. Oda fújtam a féktisztítót, ott mindjárt le is állt. Láttátok? Mindjárt le is állt. És ez is nem tudom beállítani. Ugye ez a hülye egy csavaros megoldása van, csak plusz az alapjárat itt fönt. Ugye? Hát mondom, kihozom a féktisztítót, figyeld, hát jó, kimarja ezt a műanyagot, egy csúnya lesz. Amire lehet ezt puszolni róla. Hát mondom, megpróbálom a féktisztítóval, megfújkálom ezt a karburátort, mert ugye, hát ez még a legeslegelső kiadású karburátor. És látjátok, valahol, akár mit csináltam, van az Istenért, nem akar jó lenni. Hát pedig most már más nem tudok képzelni, tömítéseket, mindenhol kicseréltem. Én már csak karburátorra tudtam gyarakodni, meg a Bovdennel, ugye látható, hogy elég rendesen még ki van szárpásodva sajnos. Ugye, az sem biztos, hogy jót tesz neki. Megpróbálom elindítani most még egyszer. Látjátok? Ennyi. Ennyi. Szóval itt én szerintem a karburátor pillangó szerepének a tengelye ki van kopva. Úgyhogy az Isten, akármit is csinálok vele, nem tudok vele mit csinálni. Ugye ott, ahol mozgatja a mérfej, az egy pillangó szerep, a gáz rudazatnak a pillangó szerepe sajnos az. És a gáz nem rudazatnak, a gáz pillangó szerepének a rudazata, vagy a tengelye, sajnos azt szerintem ott ki van kopva. Úgyhogy nem tudok vele mit csinálni, mert amúgy szépen megy, de viszont a túrát, ha neki húzom, csak visszahörök, elindul. Utána, na mutatom, jó? Igen. Szóval itt valami más probléma lesz. Hát ez még abszolút nem 100%-os. Abszolút. Hát igen. Ez van, mikor sajnos ilyenekből kell építkezni. De mindegy, figyeljetek, ezt nem tudok mit hogy találjak ki. Ugye úgy lenne, hogy lenne itthon egy ilyen karburátorom, ami esetleg rá való, azt azzal kipróbálni. És kérem szépen, azóta majdnem eltelt egy hét. Ugye vasárnap vettem fel azt az ominózus anyagot, amit nagy nehezen most végeztem el, ma reggel, azaz szombaton. Ugye ma van március 4-e. És akkor folytassuk ezt az egészet. Hát nem tudom folytatni, mert hát ugye láthatjátok a gép, hogy muzsikál, hogyan sem. Úgyhogy vannak gondok, nem kicsi. Én ugye karburátorra gyanakodtam, mármint tudja a karburátor, hogy a membránokra és a tömítések kicserélésével, szimmelingen meg tudjuk oldani ezt a problémát. De mint láthattátok, nem. Menni megy a gép, csak nem pörök ki. Ugye én ezen a héten, hétfőn ismét megkívást kaptam, vagyis hát írt egy szerelő, egy szaki, hogy ismét van egy kis csomagom a Stihlboltban, lehet egy Stihlboltban, hogy menjek be, ha ráérek. Ugye délötös révén, délután hétfőn be is mentem érte, mutatom is mit kaptam, őket. És ott beszélgettünk a témáról, ugye mondtam nekik, hogy mi történt, ők se látták még a videót, mert nem volt föltöltve, vagy ma fogom feltölteni ezt az ominós videót. Hát ebben a videó elején láthatjátok, hogy mi történt a géppel ez 5 héten, és ugye elmondtam nekik, hogy miket muzsikál, meg mit csinál, meg miket reagál a dolgokra. Ugye ott a boltban az egyik szaki már rögtön mondta is, hogy ő már az elején látta, hogy ez a gép nem fog menni. És igaza lett, mert elmondta, hogy ezek a karburátorok ugye úgy vannak kiképezve, hogy ebben van egy kis gyorsító fúvóka, vagy szelep, vagy nem tudom mi a franc, amely ugye kívülről nem látszik. Hasonló, mint a
ugye emlékeztek rá, amikor csináltam a 170-es Stilt 2 mixes motorral, ugye ott is, aztán abban a karburátorban is volt egy kis gyorsító fuvoka, amely az Istenér, ugye, amely rajt volt karburátor, a normál 170-esre való, az nem működött. Azzal nem működött, az Isten nem pörgött ki. És milyen is lett rá szerezve egy normál rávaló karburátor, szépen kipörgött. Ez hasonló a Husqvarnáknál a... most meg nem mondom, mi a francia neve, milyen elnevezése van ott. Ugye a 236-os is, azt hiszem, ezzel van szerepe. Ez a fölül, egymás föld van két lyuk, és akkor abban is van valami gyorsító fogóka valahol, vagy Isten tudja, minek nevezik. Nos, tehát ők azt mondták nekem, hogy sajnos valószínű, hogy az a karburátor ki van koffa, a gyorsító fuvókának a fészke, vagy nem tudom, minek nevezzem, az kis pöcök, kis dugattyú, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ugye egyik a tengely alatt helyezkedik el, tehát kívülről nem is látszik, ott van probléma. Azban nehéz itt tartani ezt a fia kamerát. Na, figyeljetek, tehát ott a probléma, és ezért is nem pörök ki. Alapjárata van, azzal nem tudok mit csinálni. Ugye a csavart, az egy csavaros állítási módszerrel van, ugye azzal hát sok mindent nem tudok kezdeni, úgyhogy valószínű kéne rá egy másik karburátor, azzal kipróbálni, mert ez sajnos, ezzel nem tudok mit csinálni. És hogyha ki van koffa, tényleg az gyorsító fuvóka, akkor végadalnak, akkor nem tudok, akkor hiába cserélek bent magát. Elvileg lehet hozzákapni ezt a kis dugattyút ógyűrűvel mindennel együtt, de én szerintem, mert ők is azt mondták, lehet, hogy valószínű már a fészek is ki van hordósod, vagy ki van koffa, úgyhogy azzal már sok minden nem érek el. Nos, rátérünk akkor a ismét, amiért be kellett mennem, ugye? Megleptek egy-két dologgal ismételten, melyet ezúttal is nagyon szépen köszönök, úgyhogy nagyon rendes tőletek, mert ugye elég sok erről a témáról, az FS-ről, és akár hiszitek, akár nem, pontosan, most merő véletlen, vagy direkt volt, nem tudom, de pont egy FS45-öst szereltek. Ott volt szépen, ott volt az asztalon, ott előttem, hogy összerakták gyors a szárát és a motort, és mutatták, adtak egy... Ja, még az kis, el is fejettem kihozni. Most gyors berohantam, pótoltam, tehát őt is kaptam. Egy ilyen kis gumi, vagy nem is tudom milyen anyagból lévő kupakocskát. Na, tehát azt akartam éppen, hogy ott tartottam, csak közben eszembe jutott, hogy kaptam még valamit tőlük, amit ő az. Pont akkor... hát végülis ott volt a boncasztalokon, ők azt mondták, hogy nem bontanak motort, átúrt zsírozva, láttam Frankon, akkor rakták össze az elejét, ugye, ami dami tartófejné, ott van az a kis hülyeség, amit én is kikaptam magából a szárból, meg mindent, gyors összerakták, pikpak, és összerúgták a gépet, mondták, hogy nem kell szétszedni magát az egész burkolatot, hanem csak kívülről becsúsztatod, aztán minden, oké. Okay. Tehát egész véletlen pont egy 45-ös volt ott. Na. És ugye ez a kis kütyű arra szolgál, hogy ugye a szárra, amelyik oldalról bütykölöd, vagy másik oldalra, akarom mondani, ha elől bütykölöd a damil fejnél, ugye hátulja, akkor a hátul motor felül részre rádugod, és akkor a spirál nem tud kicsúszni. Ez megfogja. Tehát ezt rá kell csúsztatni, és hogy mindjárt a spirál helyszínen marad. Okos ötlet. Egy tök egyszerű kis dolog. Azt mondták, hogy na, akkor ezt is adjuk neked. Hát ezt is megkaptam tőlük, egy ilyen kis kütyűt. Melyek nagyon szépen jó dolog, tényleg nagyon jó dolog, mert sokszor tényleg szereli az ilyen dolgokat, a spirál ritti kicsúszik, és ez megakadályozza. Hát, ja, egyszerű kis dolog, azt az ember nem jön rá ilyen dolgokra, ami, na, tényleg jó kis praktikus dolog. Na, de térjünk rá ezekre a dokumentumokra, úgymond, ugye, lehet látni egy Stihl 41-40-es alapmotor, kis füzetecske, melyben ugye le van írva, le vagyon, képekkel illusztrálva, meg minden szerelési folyamat, tehát nem akarok belevideózni, mert ugye, hát ugye valamilyen szinten gondolom ezek levédett tartalmak, úgyhogy nem szeretném azt, hogyha videóim, ezért videó le lenne tiltva e véget, hogy én belevideóztam egy ilyen dologba, de csak így elmondom, hát végül is le van, én átnézegettem pár, le van írva minden, hogy mit, hogyan, és miképp csináljál, hogyan állítsad az alapjáratot, mit kell beállítani, hogy kell levenni a dugattyút, csapsz, minden, egyek frankó. Továbbá itt a második füzet. FS 45, az ovinózus FS 45, tehát a Stihl FS 45-ös, ez is ugyanúgy, szintúgy, ez egy kicsit vaskosabb, elég jó, elmagyarázza, képekkel illusztrálja, ugye hátul a különböző dolgok, megnevezés, szerelő, mikkel szereled a gépet, cikkszáma mi, tehát minden le van írva, nagyon-nagyon hasznos kis dolgok ezek,
és tényleg nagyon örülök nekik, ezeknek a kis füzeteknek. Eszméletlen jó jött, tehát itt is a stíl. FS 36, 40 és 44-es, szintúgy. Ugye itt hátul ide van ez, ugye német. Német nyelvű. Ugye az egy felszám mutatni, a másik kettő az ugye magyar. Láthat, hol a francba van, na, majd találom. Másik kettő ugye magyar. A 41-40-es motor és a micsoda is magyar, ugye. Az FS 45 is magyar. És ugye mi a fene? Ez viszont már német nyelvű, de nem az a lényeg, itt az a lényeg, hogy szépen, itt is látható, elég vaskos kis könyv, azért az illusztrációk nekem már sok mindent elárulnak, hogy most értem, mit ír, az nem számít különösebben. Hú, bakker, direkt azért tettem ilyen fatuskóra rá, nem akartam erre a vizes asztalra átani, most meg föntről szerintem óvod a dér a fáról, ezt neki áll csöpögni, hogy gyors, rövide is fogom, nem akarom összekoszolni, meg vizelzni ezeket a g-viselákat. Na és ő is nagyon jó jött, látjátok, ő is egy stíl, és ez 08-as fűrész, amit kaptam tőlük, úgyhogy kaptam hozzá egy micsodát is, ez terelési útmutatót, úgyhogy ennek nagyon szép, ez nagyon jó dolog, oda nézzetek, hát ez is egy német nyelvű, de most különösebben ez engem nem érdekel, de nagyon jó, tényleg tele képekkel, illusztráció, illusztrálva minden, úgyhogy meg szerintem ennek a hátuljába is fönt, le van vezetve, hogy a szerszámok még váltok, nem tudom, nem biztos, ebben nincs, bocs, hülyeséget mondtam, na mindegy, az a lényeg, hogy oda nézzetek, tele millió egy kép, elég jó kis vaskos könyv, és füzet akarom mondani, úgyhogy ez nagyon jó jött, hát én azt hiszem sokáig nem is mutogatom, mit tesz nektek, mert hát nem szeretném a szarázna, úgymond, mind a kettő, vagy mind a négy kis kötetecske, ezzel leptek meg, ismételtem, plusz ezzel a kis egyszerű valamivel, amely megkönnyíti a munkát, nem csúszik ki a hülye spirál a szárból. Ez nagyon jó dolog. Az ember, persze az ember nem ilyennek foglalkozik, nem ez a szakmám. Úgyhogy, ja, hát hogyan is gondoltam azt, hogy létezik egy ilyen kütyű, amit ráhúzol, és akkor megvan oldva a harci helyzet, hogy nem killódsz vele. Na, el is búcsúzom, ezt a részt akkor lezárom. A tizediket akarom mondani, mert akkor... Na, tehát ez a négy kis kötetecske ismét gazdagítja az irodalmamat, úgymond, segítségemet. Hát igen, elég jól neki át csöpögni ez a fűsz, hogy látható, hogy kezd kitisztulni az idő, nem tudom mennyi látszik, vagy mennyire sem, de szerintem a dér, ami ugye mutattam reggel, hát nem mutattam, bocs, mert ugye a Valipinit videóztam, és ott mutattam, hogy -2, -3 fok volt, de lehet, hogy hidegebb is volt még reggel, amikor én kijöttem, majd a Valipinébe meglátjátok, hogy mennyi is volt az a valamennyi. De hideg volt, és szerintem a dér most kezd csöpögni le a fákról, úgyhogy épp ezért, micsoda, gyors be is húzok innen, mert itt úgy néz ki, hogy esik az eső a fák alatt. Na, ennek a résznek akkor itt a vége, úgyhogy a gazdájával majd megbeszélem, mit évük legyünk, vegyünk el a karburátort, mert mindesetre, hogy valamikor lehet, hogy megnézzük azt az ominózus gyorsító hókát, vagy szelepet, vagy Isten tudja micsodát, ami benne a karburátorba. Ugye, ami nem engedi kipörögni, amely elvileg ki van kopva, és onnétől kezdve sajnos nem tudunk mit csinálni. Ha az kopott, meg tényleg a maga fészek is kopott, akkor ott már nem tudna normálisan kipörögni a gép, mert ugye annak az a lényege, hogy valamit gyorsítson, tehát ez a funkcióját szeretne, hogy húzod a gáz, és akkor egyszer pörögjön a gép, nem itt visszatorpan, és utána kezd el hörögni, mint láthatjátok a videón. És azt mondták, hogy ők már az elején látták azt, hogy ez nem fog működni, hogy ez karbi bajos, nem kicsit, legalább nagyon. Na, akkor ezt a videót itt szombaton, azaz március 4-én le is zárom, aztán majd valamikor esetleg folytatjuk, jó? Mindenkinek a legjobbakat, Csákány, sziasztok!